A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat, ez itt a Kezdőkör, a Fehérvár Média Centrum sportos kibeszélő műsora 2024. februárjában, és csak azért nyomtam így meg ezt a dátumot, mert az olimpia évében vagyunk, és egészen biztos, hogy itt ebben a műsorban, meg egyéb helyeken is nagyon sokat fogunk beszélni majd a magyar, hát részben, vagy remélhetőleg a fehérvári sport kapcsán is arról, hogy milyen reményeink vannak Párizzsal a nyári, vagy akár a téli olimpiával kapcsolatban, amely ugye szintén aktuális, és ott talán még akár több fehérvári érintett is lehet. Egy kicsit majd akkor ebben a műsorban is beszélünk, hiszen olyan dolgok történtek az elmúlt napokban, ha nem is a fehérvári, de a magyar sportban, amelyek szerintem nagyon komoly témát szolgáltattak mindenhol, ahol sportról beszélgettek, de azért természetesen egy kicsit a szüke pátriánkkal kezdjük majd ezt az adást is, amelyben vendégünk ismét a stúdióban Ember Norbert, az Oldalvonalblog szerkesztője. Sziasztok, jó, köszönöm a meghívást. A videótó hivatalos szurkolója, akivel majd nyilván ezt a témát alaposan körüljárjuk, már csak azért is, mert mostanában megint ilyen örömteli és jó dolog beszélni a vidiről. Itt van velünk Farkas Szilárd kollégám, állandó vendégünk, a Média Centrum szerkesztője, műsorvezetője, és Horog László, aki legalább ennyire állandó vendégünk, és akit láttam tegnap a Városházán egy sajtótájékoztatón, csodálkoztam is, hogy miért, meg hogyan, de hát... A busz közlekedésről, mert hát olyan világ jön, hogy nem lesz autóm, és akkor nem állt, ha tudom, hogy hogy jutok el az Alba Arénába. Így van ez, mindenki Városházára jár busz közlekedés ügyben, teljesen bevett dolog. Egyébként nyilván az például, hogy a most bővítendő fehérvári buszhálózat hogyan veszi be majd ebbe a bizonyos útvonalba vagy hálózatba az Alba Arénát, az egy fontos kérdés lesz, hiszen mindenki azt reméli, hogy több ezer ember jár majd oda meccsre. Nem tudom, ti várjátok már, hogy ez megtörténjen? Meg Laci, te azért alapvetően autóval fogsz járni, de tényleg kíváncsiak vagyunk, mert például ez is egy olyan aspektus, amiről kevés szó esik, hogy egy ilyen új csarnokot azért meg kell tudni közelíteni, parkolni kell, oda kell tudni jutni annak is, aki esetleg nem rendelkezik gépjárművel, de hát valószínűleg már mindenki nagyon várja, hogy ez először megtörténjen. Hát ugye itt most, ha a Veszprém párhuzamot vontunk, akkor én még dolgoztam is ugye a Veszprém arénában olyan szinten, hogy mentünk forgatásra ugye sporttelevíziótól, és ott is azért kint van egy kicsit a várostól, kiesik a stadion. Hát a Fehérvárról viszont abszolút útba esik, hiszen csak le kell kanyarodni. Fehérvár útba esik, mert csak le kell kanyarodni, de a lényeg az, hogy nyilván tehát azért a vehemensebb szurkolóknak a közel az arénához egy 5 perc, 10 perc sétára talán még annyi se van egy kis kocsmájuk, mondjuk így, ahol elkezdenek melegíteni, és nyilván az egy gyalogszerrel is meg lehet közelíteni. Tehát nem is biztos, hogy az első útjuk ugye majd a igazán vérmes szurkolóknak oda fog egyből vezetni, hanem egy kicsit fölfokozottabb hangulatba fognak megérkezni. Ezzel is össze lehet ugye hasonlítani, nyilván a közlekedés ez nagyon fontos, meg kell oldani, gyalog nem lehet megközelíteni szerintem ezt a létesítményt, hiszen azért nagyon, hogy is mondják ezt, hogy kicsit kiesik a bekötő úttól, kicsit visszesen fogalmazva, úgyhogy ezt mindenképpen meg kell oldani, hogy normális buszközlekedés legyen, ha már erről volt szó. Én természetesen nagyon várom. Veszprém kapcsán 10 éve dolgoztam ott, és jártam nagyon sok mérkőzésre, de ott azt mondják a veszprémiek, hogy az a város, ahol nincsenek távolságok, valóban fele akkora, mint Fehérvár, és az aréna nincs annyira messze a belvárostól, de például aki el akar jönni mondjuk a Szárazréttől a csarnok, az reménytelen gyalog, tömegközlekedéssel sem egyszerű, de az alpolgármester úr, aki tartott a sajtótájékoztatót, utána leültünk, és úgy végig kérdeztem, hogyha én A pontba vagyok, hogy tudok eljutni a csarnokba, B-ből, C-ből, és aztán ő elmagyarázta meg, hát le is fényképeztem a menetrendet. Én úgy gondolom, az aréna óriási előrelépés lesz sport tekintetében, nem csak a hokinak, hanem nagyon bízom benne, hogy más sportág is majd azért, ha nem is települ be, de adott időközönként használhatja.
Láttuk egy pillanatra, illetve a kedves nézők láthatták, hogy ez a bizonyos tervezett buszhálózat hogy néz ki, ezt azért nehéz így kicsillabizálni képernyőn keresztül, de az biztos, hogy ugye a Budai útról egy nagyon szépen megcsinált bekötő út, kereszteződés, minden oda vezetett, mint egy ilyen sugárútszerűen, és ott áll a végén ez a fantasztikus, impozáns új létesítmény. Viszont valóban kérdés azért szerintem, hogy ennek az infrastruktúrája az majd hogy fogja ezt elbírni, vagy a közlekedésé, mert tényleg oda azért sok embert várunk. És hát az általános tapasztalat, amiről Szilárd is beszél, hogy a szurkolók szeretek egy kicsit ugye melegíteni előtte, hangoli törzs helyen, akkor fogalmazzuk így, ami nem feltétlenül egy könyvtár. Úgyhogy majd még az is kérdés lesz, hogy mit találnak ott a közelben. Tudjuk, hogy van ott azért vendéglátó hely, amely most valószínűleg nem szomorú, hogy oda épült egy ilyen több ezer embert vonzó létesítmény. És hát ugye azért is egyértelmű, hogy a válogatott fogja felavatni az a arénát, ha minden igaz, Norvégia ellen. Gyaníthatóan azért teltház lesz, hiszen jégkorong mérkőzés lesz, impozáns új aréna. Szerintem egy nagyon jó teszt lesz egyébként arra, hogy mit lehet majd várni általában, például amikor a Volán itt fog majd játszani a következő szezontól. Én azt hiszem, hogy az idei szezonban egyébként a Volán nagyszerűen teljesít, és hogyha egy ilyen hasonló formátát tud vinni a következő szezonra és ugyanígy el tudja kezdeni, szerintem garantált lehet a teltház közeli állapot minden mérkőzésen, és ez fantasztikus lenne egyébként. És akkor majd kiderül, hogy mondjuk Szárazrétről hogyan lehet bejutni a csarnokig. Tényleg valószínűleg ehhez azért motorizáltan kell menniük a szurkolóknak. De hogyha már mondtad a hokit, meg a csarnokot, meg a válogatottat, akkor kezdjük egy olyan témával, ami viszonylag friss. Ugye sok fehérvári hokist is érint, hisz például volt olyan ez a most Budapesten játszott olimpiai előselejtező tornán, ahol 7 gólból 6-ot Volános ütött, tehát hogy azért a fehérvári játékosok továbbra is ugye a magyar válogatottban is meghatározók. És hát nagyon úgy nézett ki, hogy egy ilyen utolsó perces, szerencsétlen jégkorongban nem túl gyakori 2-1-es mérkőzésen olyan vereséget szenvedtünk, ami így betemette az olimpiai álmokat. Már ha voltak egyáltalán, mert reálisan tudtuk, hogy ha innen tovább is jut a magyar válogatott, utána azért egy brutális kör még következne, hogy kijusson az olimpiára. De aztán ugye az ember tervez, vagy szomorkodik, Isten meg a nagy politika végez, a Nemzetközi Szövetségnél részbe kaptak, hogy Fehér Oroszország egyelőre még sporttekintetben is ugye bojkott alá esik, ezért aztán ők nem indulhatnak ezen a bizonyos pluszkörön. Ezt nem tudom, tudjátok-e, hogy lett végül is, hogy a magyar válogatott került a fehér oroszok helyére, tehát azt tudjuk, hogy mint csoport második ugye végzett ebben az előkörben, de voltak azért itt más pályázók is, és így elolvastam, hát, hogy... A gólkülönbség mennyire fontos lett a gólkülönbség, és az, hogy Dél-Korea legyőzte Lengyelországot abban a csoportban. Hosszabbításban, igen. Így ez a hosszabbításos azt jelenti, hogy 5 pontot szereztek a dél-koreaiak, végül is nem 6-ot, ami már nekünk nem lett volna jó. És közben a gólkülönbség pedig Romániával szemben lett nekünk egy kicsit jobb. Tehát ilyen nagyon sokféle együttállásnak kellett ahhoz bekövetkeznie, mármint a politikai döntésen túl, hogy a magyar válogatott mégis játszhasson a téli olimpiáért. Hát lehet, hogy ebből kiindulva most akkor így az esélytelenek nyugalmával, meg a lásd dán labdarúgó válogatott 92 az égből pottyant eséllyel élve, akár még valami szenzációt okoznak a fiúk. De azért tegyük hozzá, hogy Szlovákia, Kazaksztán és Ausztria lesz az ellenfél ezen a közvetlen kijutásról döntő tornán. Hát ezek olyan csapatok, amelyekkel szemben azért reálisan nincs esélye a magyar válogatottnak. A dán csoportban sem sok esélyünk lett volna. Itt megnéztem az egymás elleni párharcokat, hát a kazahokat egyszer vertük meg, közel 10 éve ezelőtt a VB-n óriási bravúrral, amúgy nagyon meg szoktak verni bennünket, a szlovakokkal szemben is rendkívül rossz a mérleg. Az osztrákokkal egy kiki szituációból estünk ki a tavalyi a csoportos VB-n, de az ő mérlegük is nagyságrendekkel jobb, mint a miénk. Tehát úgy gondolom, hogy utána egy megy tovább, hogy tényleg az esélytelenek nyugalmával underdogként lépünk pályára, ez nem zárja ki a csodát. De az igazság az, hogy bármelyik csoportból mi nem lettünk volna azért favoritok. Hát ugye az is fontos, amit mondtál, hogy gyakorlatilag nem számítottunk rá, nem számoltunk fele, de mégiscsak egyszer csak kijött a matek. Ugye mondtuk még azelőtt, hogy ilyen jó lett a magyar futballválogatott, mindig azt mondtuk, hogy ha így lesz, meg ha úgy lesz, meg ha ez összejön, meg ha ez összejön, meg ha a matek így, meg ha a matek úgy. Na most a matek az most hirtelenjében összejött, tehát ahogy te is mondtad, nekem is inkább az a véleményem, hogy itt, és hogy Lassi is említette, hogy az esélytelenek nyugalmával kell indulni, örülni kell annak, hogy ott vagyunk, örülni kell annak, hogy játszhatunk. Ez lehet egy olyan plusz motivációs erő és tényező, ami akár még meglepetést is okozhat, de azért maradjunk a realitások talaján.
Ez lehet egy nagyon kellemes nyárvégi jambori, mert nyilván más kirepülni Koppenhágába fényösszegér és elkölteni több havi fizetés 4 nap alatt, mint az, hogy bejönni kocsiba, menni 150 km Pozsonyba, megnézni a magyar emlékeket, és aztán utána nézni 3 jó meccset, vagy akár 1 vagy 2. Mert szerezni tényleg... további jó emlékeket akkor adott esetben. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy a játékosoknak tényleg ez hogy jön le. Ugye ez azt jelenti, hogy lesz egy plusz feladat a nyáron. Nyilván egy sportembernek egy olimpiai részvétel lehetősége azért kellően motiváló, de a realitás azt mondatja, hogy ez inkább csak plusz 3 meccs lesz, mint plusz egy nagy sikerélmény. Ez már ugye majd érinteni fogja nyilván a klubok felkészülési időszakát, kicsit felborítja az ottani munkát is, tehát sok vonatkozása van ennek, de hát alapvetően ez mégiscsak egy örömteli fejlemény. A kazakokról az jut eszembe amúgy, te biztos emlékszel, még a talán B-csoportosra hívták a VB-t, itt volt Budapesten egyszer, valamikor a 2000-es évek, vagy 2010-es évek elején, nem tudom, és hogy a kazakok nyerték meg azt a tornát, akkor még fönn dolgoztam tévében is, emlékszem, hogy jégkoromban mindig a meccs után játsszák el a himnuszt, ugye csak a győztesnek, de a Kazaksztán himnusza irgalmatlanul hosszú. Tehát arra emlékszem, hogy nem elég, hogy vége volt a meccsnek, mindenki leízott, mindenki ment volna haza, és föl kellett állni, és egy ilyen laza 4,5 perces himnuszuk volt, amit az elejétől a végéig mindig lejátszottak, és mondta, hogy egyszer verje már meg valaki Kazaksztán, hogy hallgassunk meg egy rövidebb indulót, hogyha lehet. De hát ezzel együtt nyilván ők ebben a csoportban akár még esélyesek is a kijutásra. Hát és ugye azt ne feledjük el, hogy azért a szlovákiai korong is most újra kezd visszajönni, azért utánpótlás szinten is azért vannak jó eredmények, és maga a szlovák liga is azért jóval magasabban van, mint mondjuk egy magyar liga, egy Erste liga. Én azért azt gondolom, hogy ha itt pontot szerzünk is bravúr, az a realitás, hogy itt a pontszerzés is bravúr. Én azt gondolom, hogy Ausztria válogat, hogyha jobb erőkből áll, függetlenül, hogy azért ott is vannak már kiöregedő sztárjátékosok. Ami itt mindenképpen pikáns lesz, az a szlovák-magyar összecsapás, szerintem egyértelmű teltház körüli állapot lehet a lelátón. Én, hogyha lesz lehetőség, biztos meg akarok rájutni. Ami még szintén fontos lehet, hogy itt azért is jutottunk, és meg akartam még ragadni, hogy a Litvánia ellen az utolsó harmadban ott belőttünk egy pár helyzetet végre, és egyébként az VB és az most az olimpiai selejtező alatt is azt éreztem sokszor, hogy nagyon sok zicsert elrontunk, és kicsit túlspilázzuk a helyzeteket, túljátsszuk, és itt azért benne maradt egy pár gól. Japán ellen is voltak olyan szituációk, amikor azt gondolom, hogy rossz döntéseket hoztunk a kapu előtt. Szerencsénk van, ott tudunk lenni. Én azt gondolom, hogy úgy kell oda menni, hogy meg kell próbálni a kijutást, de ha egy pontot szerzünk, én már akkor is nagyon büszkesz kell a válogatottra, mert azt hiszem, hogy az a realitás, hogy egy pont az már bravúr. Hát és akkor ugye, ahogy említettem, nyilván arra mi büszkék lehetünk, hogy a fehérvári játékosok ebben azért nagyon nagy részben kiveszik a magukét, vagy ebből a sikerből. Most pedig ugye már folytatódik az osztrák liga, akkor beszéljünk néhány mondatot erről is, annál is inkább, mert ugye az előző győzelmével a Volán bebiztosította a rájátszásban való részvételét, szerintem soha nem volt még ilyen, hogy ennyivel a vége előtt ez már matematikailag biztos. Ha nem is matematikailag, de gyakorlatilag biztos, hogy a harmadik helynél hátrább nem fog végezni a csapat, akkor a pontelőnye van már ott a negyedikhez képest, de még a harmadikhoz, az Salzburghoz képest is egyébként egy meccsel kevesebbet játszva is sokkal jobban állunk. Viszont most lesz egy klagenfurti mérkőzés, ami pedig hát a csúcs rangadó jelen pillanatban, hiszen a Klagenfurt a lista vezető, a Fehérvár pedig a második. Én pont itt az adás előtt Dudujékat, Kis Dávidot hallgattam az így előzetes, szokás szerint nagyon megfontolt, higgadt elemzéssel. Ti mennyiben reménykedtek abban, hogy esetleg még ez az első hely is megcsíphető? Ez is egy kicsit olyan, mint a válogatott esetében, hogy nem tűnik reálisnak, egyrészt előnye van a Klagenfurtnak, másrészt eddig minden mérkőzésen elverte a Volánt, tehát ez az egyetlen csapat, amelyik ugye mindig jobb volt ebben a szezonban. De hát az ember úgy van vele, hogy hát ha valamikor, akkor most ebben az idényben ennek a Fehérvárnak akár még össze is jöhet egy még eddiginél is nagyobb bravúr. Hát és ezekkel a feltételekkel, ugye amit mondtunk, hogy róluk is azért leesett az a teher, éppen azzal, hogy már bebiztosították ugye a helyezés miatt azt, hogy ott lehetnek majd a végelszámolásban is. Tehát leesett az a teher, ami esetleg egy olyan tényező, ami gátolja őket, talán nem ez a legjobb szó, de most már ők is felszabadultabban játszhatnak, és tényleg itt is azt lehet mondani, hogy ebből még bármi is lehet, akár ki is az ellenfél, hiszen láttuk ugye akár egy Salzburg ellen is, hogy képesek a srácok nyerni, úgyhogy minden feltétel adott ahhoz, hogy ez elérhető legyen, aztán, hogy elérhető lesz, azt majd a srácok megmutatják.
Mindig az volt a fontos, hogy választó pozícióba kerülj, tehát ne téged válasszanak. Annak idején vezették be ezt a rendszert, nem az 1-8-2-7-3-6-4-5, mert a Salzburgot akarta mindenki elkerülni, és voltak olyan mérkőzések, amik arra adtak okot a gyanúra, hogy nem feltétlenül akar mindenki játszani a Salzburggal, sőt senki. Így a harmadik helynél rosszabb a csapat nem nagyon lehet, tehát úgy gondolom, hogy nagyon jó pozícióval várja a folytatást, és azért a liga erejére jellemző, hogy a két évvel ezelőtti döntő, az tavaly már csak negyed döntő volt a Salzburggal, és hát én kíváncsi várom, ez egy nagyon jó csapat, nagyon jó állomány, és én úgy gondolom, az állomány is dobogós, és nagyon jó volt az edzőválasztása a Dudu révén. Úgyhogy optimista vagyok, én az elődöntőt azt majd, hogy nem biztosra veszem, és hát lehet ebből óriási csoda, de én most aláírnám a négybe jutást hirtelen. Óriási hullámzások vannak időnként, hogyha a nagy csapatok teljesítményét nézzük, mondjuk ne az Augsburgét vegyük, mert ők azért konstansan mindig ott vannak az elején, de például egy Vienna Capitals, amely ellen azért nekünk is nem biztos, hogy jobb a mérlegünk, játszott döntő, tudjuk, hogy az egyik legtradicionálisabb csapat, ugye pont ezen a mérkőzésen, amelyen nekik az volt a tét, hogy még maradjon esélyük bejutni, nekünk az, hogy biztos legyen a rájátszás, és gyakorlatilag ők elúsztak ezzel. Pont mikor itt volt múlt héten Kis Dávid, akkor beszéltük, hogy a Bécs, valószínűleg ez volt az utolsó meccs, amelyre még megtartotta minden légiósát és játékosát, és innentől kezdve ők elengedik a szezont, hiszen nincsen esélyük a rájátszásba jutni, és egy Vienna Capitalsról beszélünk, tehát nem egy Liga újonc kis csapatról. Nem tudom, én nagyon izgatottan várom, mert úgy érzem, hogy valóban ha az alapszakasz első hely talán nem is, de a második mindenképpen megtartható, és onnantól kezdve majd az is egy izgalmasabb játszma lesz, hogy kit akar a stáb ellenfélnek, hiszen nyilván ők azért nagyon is felmérték már a mezőnyt, hogy melyik csapat ellen van a legjobb esélyünk. Igen, egyértelműen, hogyha én választanék, mondjuk azért megnézném azt, hogy ki kellett ment igazán jól ebben a szezonban, mert ez a idei volán jobb, mint a tavalyi is, mert tavaly is az elég jó csapat volt már itt Fehérváron, az idei jobb, és ugye idén előjöntek azok, hogy a mumusok ellen sikerülnek megszerezni, azok a fontos pontok bejönnek, ami eddig nem jött. Például a Salzburgba győzött a csapat, itthon is megverte, majdnem három év után a Salzburgot hazai égen, kint is volt ezzel a meccsen, a videót is készítettem egyébként, ez fönn is van a YouTube-on. Fantasztikus hangulat volt, közel telt ház, és én azt érzem, hogy ez az idei szezonban lehet valami nagyot dobbantani, és azért is, mert az utolsó szezon nyilván a Raktár utcába, és jó lenne akár egy bajnoki döntőbe búcsúztatni ezt a csarnokot, mert azért sok emlék fűzi ide a fehérvári jégkorongot. Nyilván azért az is fontos, hogy ugye a maradék 3-4-5-6-7 meccsen mi fog történni. Tehát itt azért még vannak meccsek, olyan meccsek, ahol változhat a mögöttünk lévő sorrend, és nyilván nem mindegy, hogy ki lesz ott alul, tehát hogy egy Linz van ott, vagy egy Filak van ott, vagy akárki. Tehát itt nyilván nézni kell, kik lehetnek ott. Nyilván a Vienna Capitals elszállt, de hát az elmúlt években azért ők nagyon sok borsot törtek a volánóra alá, úgyhogy a szerencse forgandó, és most nekik nem volt annyira szerencsük ebben a szezonban. Voltak olyan meccsek egyébként, ahol az utolsó percekből vesztették el a meccseket, tehát tényleg szerencsétlen szezonjuk volt. Én azt gondolom, hogy a volán végre jó úton jár, és szépen fokozatosan épül. Én azt gondolom, hogy jó lenne egy olyan szezonnal átmenni az új arénába, hogy akár döntőt játszott a volán. Na hát akkor megint csak egy jó végszó a témaváltáshoz. Vissza akarok majd térni egyébként az olimpiára, főleg az olyan drámai események kapcsán, amelyek kosárlabdában játszottak az elmúlt napokban, de beszéljünk akkor még egy kicsit Fehérvárról, és hogyha azt mondta Norbi, hogy erős a csapat, ráadásul folyamatosan fejlődik, és most már szép reményekre jogosít, akkor ezt nyugodtan ugye a labdarúgó csapatról is elmondhatjuk, amely a harmadik helyen kezdte meg a tavaszi szezont, és annak ellenére, hogy Zalaegerszegen egy vereségbe szaladt bele, az előző adásunk ugye egy héttel ezelőtt még azután a meccs után volt, és a következő kettő előtt, és akkor csak azt tudtuk mondani, hogy hát reméljük, hogy most két újabb idegenbeli mérkőzés után majd nem romlik azért a helyzet. Most hát nem, hogy nem romlott, hanem gyakorlatilag ezt a harmadik helyet most már ilyen beton biztosan őrzi a csapat, és éppen a mögötte található Debrecennel játszik majd az első idei hazai mérkőzésen, tehát akár tovább is szakíthat le magáról egy üldözőt. Amikor itt elkezdődött, és láttuk Zalaegerszegen ezt a meglehetősen gyenge mérkőzésen, egy tartalékos összeállításban elszenvedett vereséget, akkor nem tudom, hogy mennyire volt bennetek az, hogy jó, hát ezt a dolgot azért el kell engedni, hiszen itt valóban elég kényszerű körülmények között kellett játszani. De például az a Tóth Tamás vid, aki akkor ugye úgymond kényszerből lett betéve, most már az MTK ellen két meccsel később az első gólját szerezte meg, miközben már van egyébként bevethető csatár. Tehát egy kicsit megint ugyanazt érzem, mint a volánál, hogy itt most nagyon adja a gép, nagyon jó a csillagállás, annak ellenére, hogy nyilván ez nem
nem az ezoterikán múlik. Tehát valami nagyon összeállni látszik a Vidinél magyarán. Igen, és azért mindenképpen kiemelném Bartos Zsalák munkáját. Vele volt egy interjúnk a VTTV-ben egyébként, és ezúttal is köszönöm a klubnak a segítséget, hogy ezt elkészíthettük. Nagyon sok mindenről beszélgettünk a vezetőedzővel, és elmondta nekünk azt is, hogy mi továbbra is a Videóton vagyunk, és ebben a szellemben készül a csapat minden nap, és kőkeményen dolgoznak azért, hogy ez a csapat minél jobb legyen. És én azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest az egyik legjobb átigazolási ablakon vagyunk túl most. Nagyon jó játékosok érkeztek, Stefanelli egyfajta agyat adott csapatnak, tényleg egy fazon szabászunk lett így a Kalmár hiányában. A Gradisár fantasztikus feljátéka rendelkezik, már Kisvárdán is mutatta, hogy arra a fejre lehet ott számítani, jól mozog be, jól érkezik, fiatal tehetség, 21 éves, és a csapat átlag életkora is nagyon fiatal, 25 év körüli átlag életkorunk van, a legfiatalabb kerettel dolgozunk az NB1-be. És hát jött a kedvenc csapatotokból is egy játékos, a Sigér Dávid. Ugye a családi, ugye a feleségem kedvenc csapatából, igen, a Sigér. Hát azért azt gondolom, és én úgy is látom, hogy most egy nagyon jó munka van a Vidinél, próbáljuk megtalálni azokat a játékosokat, akire hosszú távon lehet majd építeni, és én abszolút azt gondolom, hogy most amellett, hogy adja a gép, mert nyilván ez benne van, de például az MTK-n az első fél időben csak rajtunk múlt, hogy nem négyet rúgtunk az MTK-nak. Ezt most minden szerénység nélkül állítom, mert jól játszottunk az első fél időben. És... Igen, hát ez biztos, hogy nagyon ritkán van az labdarúgásban, hogy mondjuk két meccs között az jelent óriási különbséget, hogy beteszel két játékost, és minden megváltozik, pláne úgy, hogy mind a kettő előző nap érkezik gyakorlatilag a klubhoz, vagy két nappal korábban. Ugye Kisvárdán Stefanellit és Gradisárt már be tudta tenni Sigért a kezdőbe, és Sigért is, akkor háromról beszélünk, a vezetőedző, ami részben kényszer volt, tehát azt gondolom tényleg egy hosszas építkezés nem így néz ki, de hogy utána azonnal, az egy dolog, hogy kettő gólt lő közülük, de a játék minősége is olyan volt, ami mondjuk a legjobb őszi meccseken, úgyhogy itt azért közben azt gondoltuk, hogy kulcsemberek távoztak. Egy fejlődés látható. Zalaegerszegen gyenge játékkal kaptunk ki. Én akkor úgy gondoltam, hogy nagyon rosszak vagyunk, de aztán a Zalaegerszeg bizonyította, hogy nem annyira rossz csapat. Ott is nagyon eltalálták az igazolásokat, azért 3 meccs 7 pont, és a Mezőkövesd elleni hétvégi meccsen is azért domináltak. Lényegesen jobban játszottunk a következő meccsen, MTK ellen meg kimondottan jól. Tehát tulajdonképpen úgy gondolom, hogy megvan az arca a csapatnak, és valóban ezek az igazolások. Én Stefanellitől tartottam, hogy ő Miamihoz képes, hogy érzi majd magát, de úgy tűnik, mondta, hogy ez nem az, de azért ez jó. Még nem látta. Meg nem Messitől jönnek a labdák, de lábra jön innen is. Úgy, hát ennek a csapatnak ő lesz a Messia, hogy így folytatódik, mert nem csak, hogy hasznosan játszik, de hát néha kifejezetten színezi is, és mondjuk ez a láb között vagy kötényben adott kvázi gólpassz az MTK ellen olyan ütemben, ezt azért ritkán látjuk. Tehát itt van az, amikor tényleg azt érzed, hogy zenél valakinek a lábán a labda. A kérdés, hogy tényleg most mennyire szálljunk el ettől, vagy a remények mennyire legyenek még nagyobbak, mert szerintem úgy kezdte azért ezt az évet a Vidi, mármint naptári évet, hogy jó, hát várjuk meg, hogy itt az átigazolások hogy alakultak, oké, hogy jól beindult az ősz második felére a csapat, de még itt is elhangzott, hogy ebben a stúdióban, hogy nem a harmadik helyet kell itt megszerezni, itt változatlanul az a biztos cél, hogy a csapat ne legyen a kieséstől fenyegetve. Hát viszont a dicséret az mindenképpen jár a srácoknak, és én úgy gondolom, hogy a legnagyobb dicséret az egy mérkőzés után, és olvastam ugye a vezetőedzők nyilatkozatait, hogy az MTK edzője is megdicsérte a fehérvári csapatot az első periódusban mutatott játékért, és azt mondta, hogy ők ehhez nem tudtak felnőni, tehát azt a határozottságot és játékszellemet és erőt, amit képviselt a Vidi a két gólnál, illetve abban a periódusban, azt ők nem tudták kivitelezni, és nem is tudták kivédekezni. Szerintem annál nagyobb dicséret tényleg nincs, amikor az ellenfél és az ellenfél vezetőedzője méltatja a csapatot. Az identitásról beszélt Bátor Zsalák, ez is egy ismerté vált történet, hiszen ő maga mondta el, hogy az öltözőben nagyon komolyan beszélgettek erről a csapatról, hogy az igazán nagy klubok és csapatok jól azonosítható identitással rendelkeznek. A Vidinek mi ez? Ugye erre kell rátalálni. És talán azt mondhatjuk, hogy elég karakteres kezd lenni ez a csapat, ami érdekes ugye a jelenlegi helyzetben, hiszen amikor utoljára igazán tényező volt itthon, sőt európai csoportkörben, akkor még azért más anyagi szelek fújdogáltak, hogy úgy mondjam, más se hallottunk a szezon előtt, mint hogy a MOL távozásával ez most azért sokkal nehezebb lesz, de úgy tűnik, hogy azért egy szakmai munkának és koncepciónak
így is van helye, és főleg ebben a magyar mezőnyben azért ki lehet tűnni, hogyha valóban ezt a fajta identitást, arculatot, felismerhetőséget tudja egy csapat, és egyre jobban úgy tűnik nekem legalábbis, hogy Bartók Zselák ezt meghozta is, és át tudja adni a játékosoknak. Tehát valószínűleg tényleg ő az első számú letéteményese annak, hogy itt most így áll a Vidi. Egyértelműen. Itt azért mindenképpen fontos kiemelni például azt, hogy hazai pályán mennyire attraktív futballt játszunk. Tehát az, hogy meccsenként átlagon majdnem 3 gólt rúgunk, 2,9-et, és az XG is nagyon komoly hazai pályán. A kapott gólok mértéke nagyjából meccsenként egy ilyen másfél körül van, de ugye a stabilizálása a védelemnek is megtörtént. Tehát ahogy megérkezett Tóth Balázs a kapuba, onnantól kezdve elkezdett stabilizálódni a hátsó alakzata a csapatnak. Hát ő egészen brutálisan véri felül egyébként a várható gól. Hát azt hiszem 8-nál tart most. Igen. 8-nál tart most, és 7 olyan meccse oda nem kapott gólt. És például az utolsó 5 idegenbeli mérkőzésből 3-ban nem kaptunk gólt. Tehát ezek azért nagyon komoly számok. És emlékezzünk rá, hogy több mint egy évig nem nyertünk idegenben. És a Fradi meccsen megfordult valami. És azóta azt érzem, hogy teljesen más tűzzel megyünk bele már az idegenbeli meccsekbe is. És én most úgy érzem, hogy megtalálta a Bartók Zselák azt a felállást, azt a formációt, ami nyerő tud lenni. Hát például Bese Barnabás hát az elmúlt 2 meccsen fantasztikus formában játszik. Hát a régi válogatott formát idézi. És azt érzem, hogy most a játékosok is mindenki beállt a sorba, tudja mi a dolga, amit kell tenni. Én azt gondolom, amit a Bartók Zselák mond, ahhoz kell alkalmazkodni. Az első és legfontosabb, hogy a 40 pont legyen meg. Ha 40 pont megvan, akkor úgyis át fogjuk értékelni valószínűleg majd a célokat. Nyilván ezről majd lesz is kommunikáció. Én biztos vagyok abban, hogy ez a csapat nagy dolgokra is képes. Én azt gondolom, hogy az első 3 oda tudunk kérni, de megfelelő szerénységgel és alázattal kell állnunk a dolgokhoz, mert az elmúlt időszakban azért volt olyan, hogy nem úgy álltunk hozzá, és majdnem kiestünk. Hál' Istennek nem. De ami nagyon fontos, hogy a Debrecen ellen egy igazi 6 pontos meccs jön. És mindenki, aki hallgatja a műsort, vagy nézi, jöjjön ki a stadionba, legyünk minél többen, töltsük meg a Sorostai stadiont, mert ez egy igazi 6 pontos meccs, és ha nyerünk, 10 ponttal elmegyünk a Debrecen előtt. 12 fordulóval a vége előtt, az egy nagyon komoly lélektani előny lehet a csapatnak, és hát ne felejtsük el, hogy a Puskás Akadémia is 5 ponttal van mögöttünk, és ha ők is olyan eredményt játszanak, akkor ott is 2 meccsnél nagyobb előnyünk lehet, tehát nagyon kényelmesen lehetünk a dobogón. És onnantól kezdve akkor lehet azon gondolkodni, hogy akkor ráfókuszálni a Paks-Ferencváros versenyfutásra, és hát őket utolérni, megcsípni őket. De hát én azt gondolom, hogy ha ott lehetünk jövőre Európába, az egy fantasztikus élmény lenne, hogy újra az isteni videóton kilép az európai szintére. Hát ez még egy kicsit arrébb van, de jelen állás szerint nyilván ennek is van realitása. Laci, te nagyon jól ismerted korábban, azt tudom belülről is, a debreceni focit is, személyes kapcsolatokon át, nem tudom, hogy mostanit hogy látod. Mennyire érzed azt, hogy ezt a Debrecet, amelyiktől egyébként az ősszel nagyon simán kikapott, talán az utolsó igazán rossz meccse volt a Vidinek Debrecenben. Ugye ez a csapat utána kezdődött valami talán elég nagy látványos javulás. Makrai Balázsral beszéltem tegnap előtt, ő a Atya Úristen most a debreceni futballnak a francia örmény tulajdonoson keresztül, és egy nagyszerű sportvezetőről beszélünk, és vele beszéltük, azt mondta, hogy 1-2 Paks Fradi, ez eldőlt, és a bronzéremért 3 csapat van harcban, ők, a Vidi vagy a Felcsút. Tehát azt mondja, hogy itt más nem szólhat ebbe bele. Az alsóház harcol a kiesésére, ez a 6-os játszik felül. Ő nagyon bízik benne, hogy bronzérmesek lehetnek, de ő is azt mondja, hogy a jelenlegi videóton egy picit a többiek előtt jár ilyen tekintetben, aki a bronzért harcolhat majd. Hát az, hogy a Paksot például nem sikerül, vagy sikerül-e valakinek, ezek szerint valaki már elkönyvelt, hogy ott a minimum a második hely megvan. Érdekes lesz ez nagyon. Ugye Bognár György mondta, hogy szurkolnak a Fradinak, hogy ők verjenek meg mindenkit, aki jelenleg a Paks mögött van, mert akkor nekik másra nem kell fókuszálni. Azt gondolom, hogy történelmi szezon lenne, hogyha ha valóban a Paks lenne az, aki mondjuk a Ferencváros bajszát akár az utolsó fordulóig ráncigálja, de egyelőre nagyon tartják a lépést, tehát a Paks még nem botlott meg, és hát így aztán a Fradi, amelyiknek ugye most egy európai kupa párharca, kicsit megint megosztja a figyelmet. Még azt is el tudom képzelni, hogy tényleg itt valami egészen abszurd, vagy legalábbis nem várt éles végkimenete lesz ennek a bajnokságnak. A Honvéd megcsinálta ezt ellenünk 2017-ben.
a Paks tud olyan dolgokat, hogy nagyon rossz játékkal is egy góla valahogy nyernek meccseket. Itt jön az a faktor, hogy nem mindig a csatárok, mert 3 éven keresztül ők adták a gólkirályt, de most a Lindecker József játszik egészen elképesztően. Tehát a középpálya és a csatársor között, aki egy védekező középpályásból lett szervező, és most a kapu elé is úgy érkezik, hogy tanítalma, ő 31 éves, de ha ő most 26 lenne, akkor a nyugati klubok meggyőződésem sorban állnak. Játszott ő Görögországban, pont elszakadt a térde, úgy jött aztán vissza Paksa, de valami egészen elképesztő idényt fut. Tehát valamit nagyon tud a Paks akkor, mert tényleg olyan játékosokból csinál gólkirályt vagy futtatja fel, akikre előzőleg nem gondoltunk volna. Párhuzamba állították már ugye a Csankféle Váccal a 90-es évek elején, amely vidéki csapatként tudott bajnoksi címet nyerni. Ott mindig az volt a verdikt, hogy a máshol nem kellő játékosok Csankmester alatt milyen jól játszanak. Itt talán nem teljesen erő van szó, mert itt azért fiatalabbak is vannak, de tényleg azt gondolom, hogy Bognár György előtt azért meg kell emelnünk a kalapunkat, mert valamit ő is tud, ami miatt ez a Paks most már nem csak az van, hogy jó, megy ész nélkül, aztán majd túrúgja az ellenfelet, hanem akár 1-0-ra is meg tud nyerni meccseket, amik amúgy elég kiegyenlítettek. Abba óriási, hogy 10 perc alatt átrendezi a csapatát. Tehát pillanatokon belül taktikát vált, felállást, hadrendet, és volt olyan kupameccsünk ellenük 4-5 évvel ezelőtt, 0-2, és mindenki azt hitte, hogy vége a meccsnek, és szerintem ő is, de aztán mégis harasztirugott 2 szabadrugás volt, és aztán megfordult minden. Tehát tulajdonképpen bármilyen meccsük van, 0-2-ről gond nélkül visszahozza a csapatát, ebbe különösen jó, és most a védekezése is jobban ügyelnek. Ő neki az volt a Gyurinak a dumája mindig, hogy majd egyet többet rugunk, mint amennyit kapunk, de ez nem mindig sikerült, de most nagyon kompakt játékot játszanak, és tényleg meglepő módon rettenetesen stabilak minden poszton, és ráadásul a kapussal, Szapanossal óriásit nyertek. Hasonlót érzek, mint mi esetünkben Tóth Balázsnál, hogy egy kapus, aki a hátul nyugalmat ad, az pontokban mérhető, tehát egyértelműen egy-egy fordulóban is. Még az is lehet, hogy Szappanos és Tóth Balázs lesz egymás nagy riválisa, mondjuk egy válogatott Európa-bajnoki szereplésért, ugye a harmadik számú kapus posztján, most, hogy Gulácsi Péter, hál' Istennek, azért visszatért a Lipcsébe. Még egy dolgot engedj meg, bocsáss meg, hogy a Paksnál nagyon fontos, hogy a sérülések is nagyjából elkerülik ezt a csapatot. Tehát hogy ez is egy nagyon fontos ismérv, hogy azért nincsenek olyan súlyos sérültek, akik nagyon hosszú időre kiesnek. Ugye nálunk azért például Kalmár Zsolt ugye hosszú időre kiesett, tehát a Zsoltival nem tud számolni idén Bártos Zselák. Azért ez is egy szerencse, amiről beszélt ugye a Laci is korábban, hogy azért itt a Paksnak mindig az 1-0-ek bejönnek, és most is ez volt, hogy azért a második fél idejét a Kecskemét nagyon megnyomta, és mégis ők szerezték a gólt. Tehát hogy mindig a lélektani pillanatban jön az a gól nekik, ami nagyon kell. Én azért azt gondolom, hogy sok van hátra a végéig, azért az a minőségbeli különbség, ami van ott a Fradi és közöttük, az kijöhet. Játszanak még velünk is, hát ha szerzünk 3 pontot. Játszanak még az Üllői úton is, mennek még Felcsútra is, szóval még eléggé tüzes meccsek várnak rájuk. De én azt gondolom, hogy tényleg az első háromban, ahogy Laci is mondta korábban, nagyon úgy tűnik, hogy ott lesz a Paks a végén. Hát majd meglátjuk, hogy a Fradi köszöni meg, vagy a Paks a Vidinek, hogy mondjuk legyőzi a legnagyobb ellenfelét, még királycsináló is lehet akkor akár a Fehérvár, de azt se vessük el, hogy ennél közelebb is lopózhat akár az első két helyhez, hiszen nincs azért jelenleg szakadéknyi különbség. Nekem múltkor ránéztem, és már azért örültem, hogy nem azt látom, hogy 18 ponttal van a Ferencvárosnak több, mert az előző szezonokban ez is hozzá kellett már szoknunk ebben a szakaszában a bajnokságnak. Na jó, hát akkor innentől kezdve pedig kosárlabdázzunk az adás hátralévő részében, és kezdjük ezt is a fehérváriakkal, akik ugye körmenden vereséget szenvedtek, és ezzel eldőlt, hogy hiszem 2004-ben volt, hogy 2 vereséggel zárta az alapszakaszt az akkori Alba Komp, és az egész szezon torony magas favoritjának számított, ezt most nagyjából a Falkó fogja valószínűleg abszolválni. De ez a harmadik volt összesen a veret, tehát ez se rossz azért jelen pillanatban. Utána pedig a Pécs ellen sikerült javítani egy olyan meccsen, ahol 23 pontos dobott be az Alba. Bevallom, én közvetítettem ezt a meccset, és valahogy föl se tűnt. Aztán egyszer ránéztem az online statisztikára, és onnantól kezdve elkezdtem számolni, mert mondom, hogy egészen talán már az első vagy második negyed felénél már 10 triplánál járt a csapat. Tehát látszott, hogy ez az a meccs, amikor mindenbe megy, és nem csak az üresből eldobott vállalkozások, hanem akár emberről is. Úgyhogy lett belőle egy rekord. A két csapat meg dobott összesen 34-3 pontos, többet, mint dupláltam úgy a mérkőzésen. Talán ez megint amiatt érdekes csak a statisztikán kívül, mert azt mutatja, hogy ennek a mostani Albának mindenre van fegyvere,
mondhatjuk, hogy nincs klasszikus center, de azért mozgékony és kintről is veszélyes magas ember van. Nyilván, hogyha kilépnek rá, akkor be tud menni a palánk alá, Diki egészen jó ebben a center mozgásban is, vagy Fillmore-t lehet említeni. Ha meg ezt akarják védeni az ellenfelek, hát akkor egészen brutális tripla záport kaphatnak a nyakukba. Három veresége van a csapatnak, a Falko volt egyértelmű, az mínusz 30, ott nem volt mese. És a korábbi meccseken is, mint ahogy a most hétvégén is, a harmadik negyedben ez a csapat átszalad az ellenfelein. Debrecenbe is elmentek 10 ponttal, de ott nem rendezték le a meccset, és Körmend, de múlt hétvégén elmentem, idegen nem láttam idén a csapatot. És aztán ott is megvolt a 10 pont. És te megvolt, vagy, akkor te vagy azokkal, hogy kikapott. Megvolt a 10 pont, két eladott labda, és Vojának két triplája, akkor nem jött be. És ott vérszemet kaptak, és a végén megfordították. Itt is a harmadik negyedben jön ez a daráló, és igazából erre nem nagyon van válasza az ellenfeleknek. Tehát ahogy korábban is mondtam, hogy azért kétpólusú ez a bajnokság, hogy mi és a Falko. Előttünk járnak, a többiek előtt pedig fényévekkel, de úgy gondolom, hogy ez a csapat nem nagyon gondolom, hogy ne lenne döntős. Hát meglátjuk, itt is van azért még hátra jelen pillanatban, de azért nagyjából úgy néz ki, hogy még egy vagy két hazai meccset, ha behúz a csapat, akkor a második hely az már matematikailag is biztos, ez pedig ugye gyakorlatilag a döntőig a rájátszásban pályaelőnyt élhet, és egy olyan csapat, amelyik amúgy itthon még nem kapott ki ebben a szezonban, ezzel valóban el lehet sétálni akár a döntőig is. Itt is kérdés lesz, hogy majd ez a bizonyos elvárás vagy nyomás, ez mekkora lesz az együttesen, mert egyelőre úgy tűnik, hogy ezt is elég jól kezeli azért az Alba. Viszont hát a másik kosár élményünk az nem volt ilyen pozitív az elmúlt napokban, de ez már nem a fehérvári sporthoz tartozik, viszont mindenhol beszélnek róla, ugye a női kosárlabda válogatott gyakorlatilag az olimpia küszöbén átlépett, ajtót berúgta, szállást foglalta, és már tényleg úgy tűnt, hogy nem is tudom, talán a moszkvai olimpia óta először sikerül kosárlabda válogatottnak kijutni az olimpiára. Nem tudom, hogy éltétek meg, nyilván történelmi párhuzamok azért azonnal felmerültek, főleg, hogy megint egy női csapatunk járt így, de ritkán kerül azért a kosárlabda így fókuszba, hogy 22 pontos vezetésről sikerült egy ponttal elveszíteni azt a meccset, ami arról döntött, hogy kijuthat-e a válogatott az olimpiára. És hát hogy vesztettük el? Tehát, hogy még a negyedik negyedre is 10 pluszos előnyel mentünk rá, és az utolsó 2 perc 35-ben nem dobtunk pontot. Hát ilyet nem szabad. Tehát, hogy sima, üres tempókat dobunk, és zicserekbe vagyunk, tényleg ott vannak a dobóhelyzetek, és egyszerűen nem tudjuk föltenni 5 méterekről normálisan a palánkra a labdát. Hát a Határ Bernadettnek meccslabdája volt 6 másodpercen a meccs vége előtt, és a gyűrűt találta el. Hát ez mentálisan egyszerűen szétestünk. Ilyenkor merül fel, mert kívülről tényleg iszonyatosan könnyű okoskodni. Tehát egy olyan meccsen, ahol van 22 pont előnyöd, nem mondhatod, hogy fejben nem készült rá a csapat. Egy olyan meccsen, ahol ennyire vezetsz, nem mondhatod, hogy egy dobáson múlik. Tehát, hogy a végén valaki el kellett, hogy vállalja, és nem sikerült. Mert ez a meccs meg volt nyerve. Szóval nagyon nehéz ezt megfejteni szerintem, de mivel tudunk rá példákat a múltból, hogy történtek ilyenek magyar csapatokkal, mindig felmerül, hogy mi az, ami adott esetben, amikor már ennyire jó egy csapat, és ennyire megy, és ennyire meg van nyerve a meccs, megváltozik, és mit lehetne tenni ilyenkor. Tehát Laci, azért láttunk jó néhány mérkőzést, nyilván mindenkinek azonnal a Sydney Olimpia női kézilabda döntője, vagy ugyanannak a válogatottnak a... ugyanannak a női válogatottnak a zágrábi világbajnoki döntője ugrik be, ahol ráadásul hazai környezetben, tehát irdatlan magyar szurkolás közepette, 8-al vezettünk a franciák ellen, és még ott is az utolsó percen belül is talán 2 gól előny, és onnan sikerült elveszíteni. Tehát, hogy ezek ilyen, mintha ilyen visszatérő átok lenne, de én nagyon átokban nem szeretek hinni. Érdekes volt, mert én nagyon szoros, de megnyerhető meccsnek gondoltam a kezdés előtt, és aztán a félidő 22, aztán 20, illetőleg aztán a második fél idő elején rögtön 22, ismét 22, és aztán történt valami. Úgy éreztem a spanyolokon az első fél időben, hogy nem is nagyon akarnak nyerni. Tehát a kezdőötös már a pad végén ült, és jöttek a B és a C. Ők már kijutottak az olimpiára. Igen, tehát ők ezzel együtt
aminek nem örülünk, de sportszerűségből óriásit vizsgáztak, hogy nem feküdtek le nekünk. Hát 22-en úgy gondoltam, hogy nem tudjuk elhibázni. És vérszemet adtunk nekik azzal, hogy gyakorlatilag elkezdtünk hibázni, és a játékosok azt mondják, hogy ezzel az új zóna ellen nem tudtunk mit kezdeni. Tehát ott a spanyol edző váltott, amire a magyar pad nem volt felkészülve, és aztán pörögtek az események, Lelik Réka 2-3-asa még visszahozott bennünket 4-5 pontos vezetésre, de aztán az utolsó percekben tényleg, ami történt, az alig volt hihető. Tehát akkor már belekerültünk egy olyan rossz sodrásba, hogy amiből nem tudtunk kijönni, de alig hihető volt, és nem lettem volna a riporter, nem lettem volna a szövetségi alkalmazott azon a meccsen, mert tényleg elveszteni egy olyat, ami már tényleg a kezünkben volt. Tehát elképesztő rossz érzés. Hát a riporter dolga nyilván ilyenkor is föltegye a kérdését, az más kérdés, hogy azért együtt tudunk érezni a frissen vesztes sportolóval. Nyilván az edzői felelősség az ilyenkor azért mindig felmerül, ahogy meg is ünnepeljük, ha egy szövetségkapitány nagy sikereket ér el. De sportáktól függetlenül, amikor egy mérkőzés, aminek megvan a maga tudománya, menete, ciklusai, valahol valami változik, arra, hogy Laci is mondta, hogy reagálni kell tudni. Itt talán az hiányzott, hogy a padról érkezzen valami olyan impulzus, és ez lehet bármi tényleg, akár egy botrányos dolog is, ami egy kicsit kizökkenti, vagy visszazökkenti a csapatot. Érdekes ez, mert nem csak a kosárlabdában, most már 3 pályaedző van egy szövetségi kapitány, vagy egy vezetőedző mellett. Euroligás meccseken láttam először, hogy még 3-an, aztán jön még a fizioterapeuta, erőnléti edző, scout, megfigyelő. Tehát egy időkérésnél először kupaktanácsot tart 4 edző, és utána oda megy a vezető edző, és gyorsan elmondja a többieknek, hogy mire jutottak. Igen, itt volt Mészárosné, Cicás László, Iványi Dalma, hogy a szövetségkapitány, hogy 4-ből 1 nem volt valaki, aki azt mondja, hogy most akkor valamit más csinálunk. Tehát ez volt nekem a furcsa, de az biztos, hogy óriási balszerencse, és nagyon sokat jelentett van a magyar kosárlabdának. Férfiak láthatóan előre léptek, utolsó 3 EB-n rendben voltunk, valószínűleg ott leszünk a folytatásban is. De olimpia ez más. És érdekes, hogy 1980-ra úgy jutottunk ki, hogy Bulgáriában volt egy selejtező, ahol kikaptunk. És amikor kiderült, hogy az Egyesült Államok nem jön, így kimentünk arra az olimpiára, ahol azt hiszem 6 csapat volt, és lettünk negyedikek. Tehát teljesen más volt, de óriási dolog lett volna ismét kijutni, mint ahogy a magyar futball és a magyar közélet, a magyar közhangulatnak rengeteget jelent, hogy 3 EB. És itt az olimpia jelentett volna nagyon sokat a sportágnak, a csajok sikeresek, következésképpen húzzák magukkal a fiúkat, tehát meg az új elnökségnek, az új vezetésnek is óriási belépő lett volna a Báder Marcéknak, hogy megcsináltuk. Egy gondolat jutott csak még eszembe, amikor néztem a meccset, illetve utána, még ugye utána olvastam, hogy ez fogalmazódott meg benned tényleg, hogy ki volt a jobb csapat, hát mi, és ki volt a rosszabb csapat, hát azok is mi. Tulajdonképpen. A legfontosabb pillanatban mindenképpen. És utána egyébként néhány nappal ugye a vízilabdás lányok meg bemutatták ennek az inverzét, hiszen ők meg gyakorlatilag reménytelen helyzetben, ami a továbbjutási esélyeket illeti, a világbajnokot legyőzték egy kiki mérkőzésen, mármint a miénk számára kiki mérkőzésen, és ott vannak az olimpián. Tehát úgy tűnt még néhány nappal korábban, hogy a két csapatból az egyik kijut, nincs probléma, de az nem a vízilabdás lesz. Nekem egy kicsit fáj azért, hogy ez nem a kosárlabda, nem lebecsülve természetesen a női vízilabdát. Tehát, hogy nincs magyarátok, ez egy hülyeség, hát a vízilabdások évről évre bizonyítják, akár a férfi, akár női vonalon, hogy minden nehéz szituációt túl lehet élni, meg lehet fordítani. Lehet, mondom még egyszer, hogy az a plusz, ami jöhet bárhonnan kívülről, az nagyon hiányzott. Meg a kapus faktor, a fogásom hát nem veszít. Az igen, az. A vízre a fogásom nem veszít büntető párbajt, mint hogy magyari Alda sem. Tehát ez egy egészen elképesztő, hogy ez a plusz, ami jön a kapuból. És erre mondta annak idején Zorán Kuntics, a Vidi akkori kapusáról, Mini Tárpiról, nagyon jó kapus, de alacsony. És azt mondja, hogy kell egy nagy darab, méretes ember, támad az ellenfél, fog egy 11-est, bemutatja egy olyan bravúrt, hogy elhiggyük, hogy meg tudjuk csinálni, elhiszi a védő, a középpálya és a csatár, ott vagyunk a kapu előtt, megoldjuk. Megfordul a meccs, teljesen más a dinamikája. Tehát ezek azok a dolgok, és igen, a kosárlabda kapcsán egy kapus példa nem lett volna szerencsés, de így aztán kijöttem a mondatból. Annak idején a Ziegler Laci féle centerekre mondták, hogy kapus, mert ő volt 2,15 m, és amíg föltette a kezét, akkor meg gyakorlatilag nem láttad a gyűrűt, a palánkot sem, és nem is kellett más csinálni a védekezésben nagyjából. De hát igen, ez most nagyon hiányzott, hogy kosárlabda legyen egy ilyen. Jó, hát a legvégére egy rövid mondat erejéig mégis a focira szeretnék visszatérni, csak egy tipp
erejéig, hiszen a Bajnokok Ligája ugye ma este folytatódik, és innentől megint majd az európai foci csúcs szintjére is koncentrálunk a mi kis magyar focink mellett. Ugye ma Kopenhága, Manchester City, Lipcse, Real Madrid, szerdán pedig Paris Saint-Germain, Real Sociedad és Lazio, Bayern München meccseket rendeznek. Mindenki egy kicsit ilyenkor várja, hogy itt a téli szünet után a frissen újraindult bajnokságok formáit hogy hozzák a csapatok. Szagoltok-e valahol meglepetést ezekben a párosításokban? Az egyértelmű, hogy mi lenne meglepetés, de melyikben van benne? Én a Lazióban érzek egy meglepetést hazai pályán most. De ugye a Bayern München kicsit... Most egy kicsit nem tűnik nekem jónak a München ebben a szezonban. Lehet, hogy a Harry Kane egy átkozva szegény, mert most elment a Münchenbe, és lehet, a München nem nyer semmit idén. Én nem tudom, a Lációt úgy érzem hazai pályán egy meglepetés, szűkös győzelemre jól lehet a Láció. Immobilié. Szerintem benne van. Én csak annyit mondok, hogy ugye a Bajnokok Ligája, mondjuk azt, hogy egy-egy meccsek vannak, és egy-egy meccsen bármi történhet, hatalmas közhely, de nem biztos, hogy a bajnokságból kell kiindulni, hogy most ki milyen formában van. Meglepetés, nem szimatolok, én a Kopenhágától várok valamit, tényleg ők abszolút futottak még kategória, eleve, hogy ideig eljutottak, és a City kapcsán vannak olyan érzéseim, hogy azt a BL döntött, azt az Inter veszítette el. Taktikailag is jobbak voltak, és van az, hogy tényleg egy játékos olyan sodrásba kerül, hogy Lukaku előzőleg mindent megnyert, mindent berugott, a világ legdrágább futballistája lett kis túlzással, és az EB-n nem tudott segíteni, a BL döntőn olyan helyzeteket kihagyott, amit most már a Rómába azért újra berúg. Tehát én kíváncsian várom ezt a Kopenhága City meccset egyértelműen. Meglátjuk, hát a Real Madrid kapcsán pedig tényleg a létező legnagyobb közhely, ő nekik aztán a Bajnokok Ligájában semmiféle előzmény nem számít, hiszen nekik a DNS-ükben van jó formán, hogy azt aztán a végén úgy is megnyerik, de most, ha nincs épkézláb középső védőjük, azért kíváncsi leszek, hogy remélem Gulácsi Péterrel és Vili Orbánnal a soraiban a Lipcse meg tudja-e tréfálni. Köszönöm szépen a mai vendégeskedést is a műsorban, és akkor a jövő héten majd innen folytatjuk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.